Köszöntöm stúdiónkban Kálai Ferencet, a Komáromi Horgász Egyesület elnökét, és Bencik Attilát, a Szőnyi Dolgozók Sporthorgász Egyesület elnökét. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Mi is köszönjük a meghívást. Köszönjük a meghívást, és köszöntjük a nézőket. Mióta működik városunkban a két egyesület? Mikor, hogyan alakult, illetve jelenleg hány taggal működik? A Szőnyi Horgász Egyesület 1953-ban alakult. Ez tulajdonképpen egy ilyen baráti társaság alakított, és tulajdonképpen nem volt víz, tehát a Dunaparton horgáztak, így alakult. Majd ez kinőtte magát később, és a Füzitői Kavicsbánya lett a vízterületük. Majd ezután a Tímföldgyár egy ígéret, illetve egy ilyen csere révén kikotorta ezt a mostani kórháztavat, és így elcserélte az Almásfüzitői Tímföldgyár Sporthorgász Egyet és a Szőnyi Dolgozók Sporthorgász Egyesület a két vízterületet. Azóta, ez 70-es évek, 72-73-ra, hogy akkor történt, azóta itt tevékenykedik a Szőnyi Dolgozók Sporthorgász Egyesülete. A Komáromi Horgász Egyesület 1948-ban alakult a valamikori békeszállóban, szintén ilyen hobbi horgászokból álló csapat hozta létre, és akkor a 48-as években és a 60-as évek végéig nagyon nagy vízterületekkel rendelkezett, például Ácsi Conszó rész is volt a Komáromi Horgász Egyesületnek a vízterülete, ma a Koppány-Monostori Holdunaág és a Rüdiger tavak a vízterülete. Milyen feladatokkal jár az egyesületnek a vezetése? Most milyen aktuális feladatok vannak? Az egyesület vezetés az egy összetett feladat. Itt rengeteg törvényi kitételnek kell megfelelni. Tehát egy az, hogy az egyesületek működését szabályosan kell tenni, könyvelés, könyvvizsgálat, tehát rengeteg dolog. Azon túl még a vízterületek környékét rendbe kell tenni, magát a vizet, a halak telepítését, gazdálkodás, tehát ez egy összetett dolog. Azon túl meg kell felelnünk a KEMHESZ, a MOHOSZ előírásainak, folyamatosan tárgyalunk a KEMHESZ-szel, ez a Komárom Esztergom megyei Horgász Egyesület Szövetsége. Az elmúlt két évben meg kellett felelnünk a járványügyi előírásoknak is, tehát nem túl egyszerű ez a feladat, de ember próbáló, de megpróbálunk leküzdeni ezeket a nehézségeket. Igazából csatlakozni tudnék az Attila szavaihoz, annyival kiegészítve, hogy a Komáromi Horgász Egyesület abban a speciális helyzetben van, hogy két vízterülete van, és mind a két vízterület más-más jogosultsággal bír. A Koppány-Monostori Kisduna az MOHOSZ tulajdonban van, és mi a alhaszonbérlői vagyunk. A Rüdiger tavak pedig önkormányzati tulajdonban vannak, és így vagyunk a vízkezelői. Külön speciális feladatok vannak a két vízterületre. Mondjuk a Rüdiger tónál elsősorban az, hogy a Rüdiger tavak egy közparkban helyezkednek el, tehát nem csak a horgászokat szolgálják, hanem mindenki mást is, aki a városba látogat, hogy éppen oda szeretne menni. A Monostori Holdunággal kapcsolatban pedig az a probléma, hogy a Natura 2000 területe és különleges védettség alatt áll, így ott különösebben olyan horgászati tevékenységet, vagy a horgászattal kapcsolatos egyéb más tevékenységet nagyon nehéz végeznünk. A COVID-helyzet hogyan érintette az egyesületi munkát, illetve hát magát a horgászatot? Több szabályzást kellett bevezetnünk, ugye a MOHOSZ kiadta azt az irányelvet, hogy az időskorú horgászoknak a egészségének a megóvása. Be kellett vezetnünk egy olyan szabályozást ez időre, hogy a horgászok egymástól egy 10-15 méteres távolságba horgászzanak, tehát ezt tartsák be, ne legyen nagy csoportosulás a tavon. Hál' Isten, ezt most már fel lehetett oldani, nem lehetett versenyeket szervezni, nem lehetett rendezvényeket tartani, nem tudtuk a közgyűléseinket megtartani, tehát sok minden megálltott minket ez a pandémia. Igen, hiszen versenyek lebonyolításával is foglalkozik a két egyesület, számtalan versenyt rendeznek. Ilyen a mostani jubileumi horgászverseny is. Mi mindent kell erről tudni? A jubileumi horgászversennyel kapcsolatban annyit kell tudni, hogy ezt 2018-ban hoztuk létre a Horgász Olimpia közös horgászversenyek utódjaként. Ez aktualitást adott annak,
hogy a Komáromi Horgász Egyesület 70 éves volt, a Szőnyi Dolgozók Sporthorgász Egyesület pedig 65 éves volt. És kitaláltuk, hogy akkor a két egyesület tagjainak részére, természetesen mások is nevezhetnek, de elsősorban a két egyesület tagjainak számára közös horgászversenyt rendezünk, két fordulósat, az egyiket ittben Komáromban, a másikat kint Szőnyben a kórháztavon. Ha jól tudom, akkor a második forduló az most lesz a hétvégén. A második fordulóra igen, most 29-én vasárnap kerül sor, itt a Rüdiger tavon, itt lesz majd az összesített horgászverseny eredmény hirdetése és a megérdemelt díjak átadása is. A Komáromi Horgász Egyesületnél idén ugye választás lesz, ez hogyan befolyásolja a két egyesület kapcsolatát? Hát remélem nem fog változni a Komáromi Horgász Egyesület vezetése, és akkor minden marad a régiben. Nekünk nagyon szoros jó kapcsolatunk van, munkakapcsolatunk a Ferivel, mi tudjuk együtt képviselni a két horgász egyesületet, illetve az összes komáromi horgászt a KEMHESZ-nél és a MOHOSZ-nál. Tehát az a lényeg, hogy egyesületek jó kapcsolatban legyenek, mi ápolunk több egyesülettel is jó kapcsolatot a Ferivel közösen, így több eredményt el tudtunk érni, talán nem mondunk korán semmit, de úgy néz ki, hogy ez a Komáromi Duna egy is elindult egy jó irányba. Ígéretek vannak, hogy ez meg fog oldódni, hogy a komáromiaknak nem kell két horgászhidat váltani ahhoz, hogy a Dunán tudjanak horgászni a Komáromi hídtól nyugatra, illetve keletre. Annyival szeretném még kiegészíteni, én sem szeretném megelőzni a határozatokat, hogy a Koppánymonostori sziget fölött ács felé a kiméleti terület az csökkenni fog, úgy néz ki, hogy csökkenni fog, és a tilalmi időszak is csökkenni fog. De ez még majd a jövő zenéje, jövő ilyenkor már okosabbak leszünk. Igen, és a jövőt illetően milyen tervei vannak akkor, tehát a két horgász egyesületnek milyen rövid, illetve hosszú távú célokat tűztek ki? Hát továbbra is szeretnénk fönntartani a jó kapcsolatot, ápolni, vezetőségi közös megbeszéléseket tartani, de amúgy is a mindennapi életben is tartjuk a kapcsolatot, tehát bármiféle horgászattal kapcsolatban felmerülő akár helyi, akár megyei vagy országos probléma akad, akkor Mészáros Attilával rendszeresen meg szoktuk beszélni. Hát a terveink között mi is történhet? Hát nyilvánvaló, amit az előbb elmondtam, hogy szeretnénk megoldani a monostori Kisdunágnak a problémáját. Ugye ott nagyon magas az iszap, és a víz sem elegendő, úgyhogy nagyon sokszor ki van száradva a meder, remélhetőleg hamarosan megoldásra kerül. A Rüdiger tavaknál is szeretnénk a vízutánpótlást megoldani, és hát egyéb apró feladatok is még adódnak. Igen, a közös munkánkat azt szeretnénk továbbra is ilyen jó viszonyban folytatni. Nálunk a Szőnyi Horgász tónál, a kórház tónál, az is egy park, a Kálai Dömparkban helyezkedik el. Szeretnénk ott is egy ilyen kicsit családiasabb területet kialakítani. Vásároltunk már 3 darab ilyen átfedeles kiüdőt, ezt szeretnénk folytatni. Azon túl egy tanösvényt szeretnénk megvalósítani, ami már régóta húzódik, de mindig lemaradunk a pályázatokról. Erre keresünk forrást, hogy ezt a vízi tanösvényt meg tudjuk valósítani. Gépeket szeretnénk vásárolni, amivel a parkot karba tudjuk tartani. És partvédelem, tehát rengeteg olyan hosszú távú terv van, ami nagyon sok pénzbe kerül, és valahol a forrásokat meg kell szereznünk. Ezek a hosszú távú terveink. Köszönjük, hogy bepillantást nyerhettünk a helyi horgász egyesületek életébe és munkásságába. Én a folytatásban a működéshez minden jót kívánok. Köszönöm a beszélgetést. Köszönjük.